Igazi sportcsaládból származik a Vasas tehetséges liberója, hiszen édesapja Juhár Tamás, 20-szoros válogatott labdarúgó, aki televíziós szakkommentátorként dolgozik jelenleg. Juhár Dalma egy másik csapat sportágban, a röplabdában alkot maradandót, a nyáron például alig 22 évesen ott lehetett a válogatottal az Európa-bajnokságon. Ismerkedjenek meg most közelebbről a csinos sportolóval, aki először is felidézte nekünk, milyen is volt egy ismert labdarúgó lányaként felnőni. Arra emlékszem, hogy játszottam a többi gyerekkel itt a Vasas pályán. Ez megvan. Tehát, hogy a többi futballista a gyerekkel? Igen, igen. Velük még azóta is van, akikkel tartom a kapcsolatot, és jóba vagyunk. Tehát, hogy a futballisták hozták a gyerkőcöket, hogy ti játszottak? Igen, 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 igen. És aztán abból olyan kapcsolatok, hogy még majd... Vannak, igen, vannak ilyen kapcsolatok. Valakikkel járok is meccsre néha, nagy ritkán. Itt lehet nevesíteni? Mónos Tamásnak a fia, Mónos Mikával voltam meccsen, pont múltkor. Apukát kiigazolt Ciprusra, és akkor te is mentél, de 6 éves voltál akkor. Nagyjából igen, ott kezdtem el az első osztályt is, jártam aztán egy kicsit óvodába is, de harmadikba jöttem, úgy emlékszem haza, vagy második fél évben, valahogy így. Az egész család kint volt vele. Válogatott sportoló volt, az egyértelmű volt, hogy neked valamit sportolni kell? Szerintem úgy igazán sosem erőltették. Nem erőltették azt se, hogy csapatsport, labdasport, vagy ilyesmi. Szerintem ez úgy csak jött. Eleinte úszni kezdtem, az egy alapkövetelmény volt, az az egy, hogy úszni az igen. Aztán az atlétika, ami nagyon megragadt, mert azt nagyon szerettem csinálni, amikor hazajöttünk, akkor egy rövid ideig a Vasasban atletizáltam, és elég nehezen is jöttem el, mert nagyon szerettem futni főleg, de aztán úgy, ha már így leragadtam a sportoknál, akkor viszont már nagyjából egy követelmény volt, hogy csapatsport és labdasport, tehát ez így már meg lett mondva. És vajon egy korábbi válogatott futballista hogyan tud segíteni röplabdázó lányának? Az a jó, hogy apa ilyen szintű sportoló volt, és hogy ő is a Vasasban sportolt, hogy mindig tudta, hogy kezelje le az adott szituációkat. Az, hogy teljesítek, vagy hogy mi van éppen a csapatban, nem is ez a része, hanem az, hogy én mentálisan hogy vagyok, és ő hogy tud ebben segíteni. Az is nagyon megmaradt bennem, hogy Cipruson még apával mindig a kertben röplabdáztunk, és számoltuk, hogy meddig tudunk eljutni alkarémintésben. És akkor már úgy mondogattuk apával, hogy a röplabda az egy nagyon szép sportág. És mi volt a rekord? 104. 104? 104 volt a rekord. Ezt mindig a falra írtuk fel, és ez nagyon megmaradt bennem. És kinél esett le? Hát, hogyha most azt mondanám, hogy apa, akkor biztos, hogy tagadná, szóval inkább azt mondom, hogy nálam. Van olyan családi ebéd, de ahol nem kerül mondjuk szóba a sport? Hát ez nehéz, mert szerintem nincs. Hisz testvérem is focizik, és ezért, hogyha mondjuk nem én, akkor ő hoz fel valamit, én szinte mindig fel tudok hozni valamit, hisz tényleg a szüleim meg a családom olyanok, mintha a legjobb barátaim is lennének, ezért mindent megosztunk egymással. Azért apa nagyon benne van a sportban, ő még mai napig versenyszerűen futgolfozik, tehát ő is tud arról valamit mondani, vagy esetleg a fociról. Tehát olyan, hogy ne hangozzon el, olyan szerintem nincsen. És te értesz jobban a focihoz, vagy ő a röplabdához? Hát én sajnos szeretem nézni, meg szoktam is járni, meg elvisznek engem foci meccsre, de inkább ez nem az én dolgom, hogy én itt bármit is mondjak. Nem szoktam mondani semmit inkább. Azt meghagyom nekik, a fiúknak, de ők sem nagyon szoktak beleszólni semmibe, tehát apukám sem, neki ez nem... most ez hogy csinálta, meg azt, hogy csinál, meg te hogy csináltad.
De azért szerintem már a 13 év alatt ért annyira hozzá, hogy tudjon tanácsot vagy egy-egy észrevételt mondani. Nagyon szeretünk pingpongozni, ez egy családi hagyomány, ez nagyon vérre megy nálunk. Olyan szinten, hogy tehát ütő-törés szinten megy vérre. Van is pingpongasztalunk, szóval nagyon sokszor, amikor mindannyian hazaérünk, akkor nem is csinálunk semmit, csak pingpongozunk. Ez a nagy mániánk. Ha még többet szeretne megtudni Juhár Dalmáról, akkor keresse a Nemzeti Sport pénteki számának Sportkrém című mellékletét.